Üdvözlök mindenkit! Kérnék egy visszajelzést, hogy akkor látszódik-e a prezi. Szuper! Nagyon érdekes volt hallgatni ezt a megelőző előadást. Azt hiszem, hogy a bevezető diáimat így át is ugorhatom szinte, mert akkor nem kell külön felhívni a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a világszinten, globálisan a víz kérdése. Minket a WWF Magyarországot, ugye azt hiszem, hogy sokan találkozhattatok, vagy találkozhattak már a logónkkal, ezt talán mindenki ismeri, de arról talán, azzal talán kevesebben vannak tisztában, vagy kevesebben ismerik azt, hogy mi nem csak a lakosság felé kampányolunk, vagy nem csak velük építünk partnerséget, hanem vállalatokkal is együttműködünk. Alapvetően persze 60 évvel ezelőtt a nemzetközi WWF úgy indult, mint egy veszélyeztetett fajokat megmentő, vagy ezt célként kitűző szervezet, de mára gyakorlatilag azért, hogy tehát most ugye tudatosult már az idők során az bennünk, hogy ahhoz, hogy a természetet meg tudjuk védeni, ezért ehhez más területekkel is foglalkoznunk kell. Tehát ugye alapvetően ugye a biológiai sokféleség megőrzése maradt a fő célkitűzésünk, de ugye mondjuk a Elnézést, klímaváltozás... bocsánat, hogy beleszólok, itt Igen. jobban van egy ilyen fekete oszlop, ami kitakarja, meg fönn is. Azt esetleg meg lehetne oldani, hogy lássuk, köszi. Meg fönt is van egy. Érdekes, rendben. Azt nem biztos, hogy ki tudom kapcsolni. Jó, rendben, így már jobb. Egy pillanat. Most jobb talán? Nem, most nagyobb lett a felső Aha. fekete rész. Rendben. Most lement alulra. Talán alul nem zavar annyira, mert ott kevesebb tartalom van. Jó, itt talán így kevesebb dolog van kitakarva, remélem. Szóval ott tartottam, hogy a biológiai sokféleséget, vagy a fajokat, ugye nem csak, tehát nagyon sokféle dolog fenyegeti, köztük a klímaváltozás, az élőhelyük csökkenése, és ezért ez ellen próbálunk tenni. Úgyhogy, ahogy említettem, a vállalatokkal is együtt dolgozunk. Hogy egy példát mondjak, itt rögtön vizes témát, ugye a Coca-Cola Foundation-nál már majdnem egy évtizede dolgozunk közösen azért, hogy a Duna vízgyűjtő területén minél több vizes élőhelyet mentsünk meg és állítsunk helyre. Jelenleg a számláló az ilyen 6000 hektárnál van, hogy ezt van egy 5 országra kiterjedő bioszféra rezervátum, amit ennek az együttműködésnek a keretében hoztunk létre, a Dráva mentén, amit Európa Amazonaszaként is szoktak emlegetni. Úgyhogy vannak már tapasztalataink ilyen téren. Tehát talán kezdeném onnan, hogy egy vállalat hogyan vághat neki ennek a water stewardship, vagy felelős vízzel való felelős bánásmódnak. Tehát hogyha veszünk mondjuk egy üzemet, akkor nyilván, ahogy az előző előadásban is elhangzott, ez üzem számára fontos az, hogy rendelkezésre álljon megfelelő mennyiségben és minőségben az a víz, ami szükséges. Mi pedig ezt szeretnénk kitágítani, ezt a látókört, hogy ne csak ezt lássa egy cég, hogy neki az üzeméhez mi kell, vagy a saját működéséhez, hanem hogy észrevegyük, hogy ez az egész egy vízgyűjtő területbe van beleágyazódva. Egészen pontosan 5 ilyen tudatossági lépcsőt határoztunk meg, amit egy vállalat bejárhat, onnantól kezdve, hogy egyáltalán felfigyel erre a témára,
odáig, hogy el is kezd tenni ellene, tehát a, vagy az ügy azért, hogy csökkentse a vízből eredő kockázatait, és ennek a legteteje, ennek az öt lépcsős mondjuk létrának, ennek az, amikor már az üzem vagy a telephely területéről kilépve a vízgyűjtő területen lévő más szervezetekkel, cégekkel, civil szervezetekkel, önkormányzatokkal dolgozik együtt a cég azért, hogy mindenki számára biztosítva legyen a vízhez való hozzáférés. Na most ehhez az elinduláshoz ad segítséget a vízkockázat kalkulátorunk, vagy Water Risk Filter, ugye eredeti nevén. Ez eredetileg 2018-ban indult, de azóta már kiegészült egy ilyen, tehát a vízkockázatok mellett most már biodiverzitási kockázatokat is ugyanebben az eszközben vagy filterben meg lehet találni. Szóval, hogyha valaki elkezdi használni akár a víz, akár a biodiverzitás oldaláról, az a szerencsé, hogy a másik témára is rögtön kap támpontokat. Ez egy ingyenesen használható, bárki által hozzáférhető online eszköz, aminek legfontosabb célja, hogy elsődleges fogódzókat adjon arra nézve, hogy milyen fajta kockázatokkal néz szembe egy vállalat a napi működés során, ami a vízhez kapcsolódik. Ezek lehetnek fizikai kockázatok, tehát hogy van elég víz, vagy túl kevés, vagy túl sok, tehát például ha villámárvíz vagy árvízveszélyes területen van, akkor túl sok víz jelent problémát, hogyha asszályos területen vagy olyan helyen, ahol nem áll rendelkezés, ott a túl kevés. A minőség is egy fontos fizikai kockázat, hogy van-e minőségben megfelelő minőségű víz. És ezen kívül vannak még mondjuk reputációs kockázatok, tehát hogy az, hogy a közvélemény vagy a fogyasztók, a beszállítók hogyan gondolkodnak az adott vállalatnak a környezetvédelmi elkötelezettségéről, illetve hát jogi vagy megfelelési kockázatok is lehetnek, és ezek mind-mind benne vannak ebbe az eszközbe. Ezt úgy kell elképzelni, ezt a kalkulátort, mint egy ilyen térképes adatbázist, ahol rengeteg réteg van, amik mind-mind azt fejezik ki, hogy adott ilyen kockázati kategóriában milyen mekkora kockázatnak van kitéve az adott telephely, és ehhez, tehát ahhoz, hogy ezt egy vállalat el tudja kezdeni használni, ahhoz először a vállalatnak a telephelynek az alapvető adatait kell ebbe bevinni. Ez gyakorlatban úgy néz ki, hogy egy ilyen egyszerű kis formon keresztül beírja a vállalat, hogy hol található az az adott, tehát ez a legfontosabb nyilván a lokáció, hol található a telephely, milyen iparág, és esetleg azt is, hogy mekkora vízkivétel meg vízkibocsátással jár a tevékenység, és akkor ez alapján különböző kockázati kategóriákban meg lehet jeleníteni ezeket az eredményeket. Itt van például egy cég, amelynek a különböző telephelyét mutatja, hogy mondjuk fizikai kockázat szerint melyik telephelyek kockázatosabbak, melyek kevésbé. Ugye ezt mindenféle grafikonon is meg lehet mutatni, tehát az eszköz megjeleníti, illetve ami egy viszonylag újabb fejlemény, hogy a nagyobb kockázatok, tehát hogyha eredmény kapott nagyobb kockázatokra, bizonyos ajánlásokat is ad, illetve ilyen jó példákat mutat az eszköz, tehát ezeket is meg lehet nézni ebben a vízkockázat kalkulátorban. Igazából ez az utolsó diám a kalkulátorról, tehát azt a végén így el szeretném mondani, hogy ez az eszköz, ez alapvetően egy ilyen
első belépésre szolgál, tehát arra, hogy elkezdjük megérteni, feldolgozni a vízzel kapcsolatos kockázatokat, de ez nem egy ilyen, ez egy ilyen teljes értékű tehát kockázati, vagy akár valós időben adatokat nyújtó eszköz, tehát ahhoz tovább kell lépni a vállalatnak más eszközök felé, hogy mondjuk a vízlábnyomát ki tudja számolni, vagy hasonlók, erre nem alkalmas az eszköz. Azt hiszem, hogy az jól mutatja, hogy mennyi cég próbálta már ki, illetve használja ezt az eszközt, itt sok ismerős logó visszaköszön. És amit külön még el szerettem volna mondani, hogy a magyar adatok azok sokkal részletesebbek, mint a más országokban találhatók. Ez annak köszönhető, hogy mi egy ilyen pilot iroda voltunk, amikor ezt a kockázatkalkulátort fejlesztette az anyacég, vagy a WWF International. Úgyhogy itt sokkal részletesebben részvízgyűjtőkre megtalálhatók ezek a különböző kockázatok. Nyilván vannak olyan rétegek a térképen, amelyek megmaradtak az eredetiek, és ez azt jelenti, hogy nagyon sok hazai adatforrást is felhasználtunk ehhez, amik itt bal oldalt láthatók, illetve javítottuk az ilyen globális adatforrásoknak az elérhetőségét, és igazából itt láthatók, hogy kik vettek ebben részt, illetve hogy milyen donorok nyújtottak ehhez támogatást nekünk. Úgyhogy ez lenne a záró diám. Köszönöm szépen a figyelmet. Amit el szeretnék még mondani, hogy most az utóbbi, tehát a következő fél egy évben egy viszonylag komolyabb kampányba kezdünk, hogy ezt az 5 lépcsős létrát, ewhich a Water Stewardship, tehát a vízről való gondoskodás témáját jobban bevigyük a vállalatoknak a köztudatába, vagy a tudatába, és ezért fogunk szervezni egy webinárt, ahol erről a Water Risk Filterről és a Water Stewardshipről sokkal részletesebben, egy ilyen 1,5-2 órában lehet majd tanulni, illetve lesz majd egy rendezvényünk jövő év elején, úgyhogy azt javaslom, hogy most jelen pillanatban leginkább a LinkedIn oldalunk az, ahol ezek a hírek leggyakrabban legelső kézből megkaphatók, de bárkit jobban érdekel ez a téma, vagy szeretne ezekről jobban, többen, tehát több információ kapni erről az eszközről, vagy akár részt venni, kipróbálni velünk, tehát arra is kaptunk forrást, hogy akár a nemzetközi szakértők segítségével ezt itthon néhány vállalattal együtt itthon is teszeljük. Tehát akit ez jobban érdekel, az nyugodtan írjon nekem egy e-mailt, és akkor onnantól fogja első kézből kapni tőlünk az ezzel kapcsolatos információkat. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Mi is köszönjük szépen Artúra.